egy szánsó meggondolt, hogy milyen adatot kér, előre volt egy terve arra vonatkozólag, hogy milyen, hogy kívánja az adott információt csoportosítani, milyen összefüggésbe kéri, tehát egy meggondolt, hogy így mondjam, adatkéréssel fordult, kutatókról beszélek, fordult a népszám. Ma mi történik? Miután a számítógép bármivel össze tud hozni, nem gondolják meg az adatkérők, hogy tulajdonképpen mit akarnak, tulajdonképpen azt gondolják, hogy azt az adatállományt adják nekünk oda, aztán majd történik valami vele, és majd valamit kezdünk vele. Tehát, hogy így mondjam, ez a sokféle lehetőség az adatokkal az jelen pillanatban azt a veszélyt is jelentheti, hogy resté teszi a gondolkodást, nem koncentrálódik, nem azon a címen, hogy a számítógépen én bármivel össze tudok hozni, ezért tulajdonképpen nem teszi könnyebbé az adatfelhasználást. És utoljára mondom, példaképpen, hogyha összehasonlítják, 1870-től 2011-ig jelennek meg a népszámlálási adatok kiadványok, ha hasonlítsák össze a régi, mondjuk egy 1910-es adat kiadványsorozatot és egy 2001-es, az egyiken megjelent 40 ezer oldal, a másikon megjelent néhány száz oldal, de mégis, hogyha információ tartalmában elemeznék ezt a két fajta kiadványsorozatot, nem biztos, hogy jobban jönnénk ki belőle. Ennyit a tudományos előzőségek átrendeződéséről, csak ez is arra volt. Még ha szabad láthatom, hogy ez a... Nekem még további gondolataim is támadtak, hogy az a big data-ba, hogy nem lehet fogsági összefüggést megállapítani. Nekem az jutott eszembe, hogy lehet, hogy visszatérünk egy pozitivista tudomány felfogáshoz, amikor is azt állapítjuk meg, hogy mi van, és a Max Weber, tehát a megértő szociológiában visszamegyünk kicsit a tényeknek a ismerete, tehát a feltáráshoz, és akkor ezzel tovább bővítjük tulajdonképpen azt, amit egyébként edukálni akarnánk. Szükséges például mind a kettő. Ennek ölésében megy előre minden. Erre mondom az egyensúly. Mindig egy adott viszonyok között vagyunk, amit te elkocsánkodjunk. Mint az előbb mondtál, persze minden egyes probléma, mint a Google doktorban mellé hatás lehet, hogy erősebb. Lehet, hogy több problémát állítunk elő, mint amennyit megoldunk. Hát ezt szokták mondani a tudományos kutatásnak a lényegéről, hogy amikor valamit felfedezünk, akkor további öt problémát vetünk föl vele. Köszönöm szépen, majd még később reflektálom. Erre egy rövid reflexió. Azt szokták mondani egyesek, hogy a múlt adat hiányos volt, és most végre eljött a Kánaán, ez az a bőség. Én se értek el egyet. Nem volt egyáltalán adat hiányos, mindegyik kor teljesen szerves egységgel képezett a maga lehetőségeivel, eszközeivel. Néha az egyik kicsit előre szaladt, túl kevés adat volt a célokhoz képest, az időjárás nem tudtuk jól előrejelezni, annyi számítás kellett volna, hogy ezt nem bírtunk. Máskor túl sok volt az adat, a népszámlálásoknak a feldolgozás 10 évig is eltartott, szóval egyik másik előre szaladt, de azért igazából minden előre sem. Most ezt a kísértést hozza ez a nagy adattömeg, de azért én nem hiszem, hogy a kvalitatív vizsgálatokat most szociológiára gondolva kiváltaná ez. Ezek olyan, mint az agy és az elme. Ugye ezek mindig vitatkoznak a kérdésekkel. Egyre közelebb sose tudnak összeérni, mert más szemléletből nézik. Egy ilyen pittét a kutató, és teljesen más szemléletből nézi a társadalmat, vagy a vizsgált népességet, mint egy olyan kutató, aki mélyinterjúkat végez, megpróbál megérteni az alanyai gondolkodását. Természetesen rá lehetne rakni az alanyokra mindenféle szenzorokat, mint egy ilyen hazugsági vizsgálat, mert nem kéne megkérdezni a véleményét, mert sokkal pontosabban tudnánk, hogy mit gondol, meg hogy is viselkedik. Tehát pont a lényegének az egyik felét veszíteni kell ennek a tudománynak. Nem hiszem, hogy ezt kiváltaná teljesen. Azért a statisztikus az eddig is ehhez volt hozzászokva, hogy voltak adatai, amit korreláció volt,
Itt azért egy picit optimistább van. Nem, persze nem Magyarországon, ugye, mert nem, de a világ viszonylatban picit optimistában látnám a helyzetet. Tehát úgy értem, hogy demokratikus körülmények között valószínűleg a nagyobb, gyorsabb adathozzáférés és az adatrendszerek, adatszolgáltató rendszerek egymás ellenőrző műholtja azért objektíve egy sokkal jobb elemezhetőséget terem. Tehát önmagában az, hogyha bele gondolunk abba a ténybe, hogy valószínűleg a 19. században is vélhetőleg lopni ugyanannyit akartak, mint mostanában akarnak, de ezzel kapcsolatos tényfeltáró tevékenység vagy újságírásnak azért mégiscsak fizikai korlátokat biztosított az, hogy mennyi idő alatt lehetett átnézni 10 000 vagy 100 000 papírlapot. Na most az a tény, hogy az internetes kereshetőség vagy a szabad deszkriptoros kereshetőség adatok tömegének az összekapcsolását teszi lehetővé, ez azért önmagában tágítja akár a tényfeltáró újságírásnak, akár a tudományos kutatásnak a lehetőségeit. Na most nyilván itt jön be az a probléma, hogy egy demokratikus vagy checks and balances típusú társadalomban az egymással szemben álló felek meg tudják teremteni a saját, ha úgy tetszik, adatgyártó és adatszolgáltató tevékenységüket, amelyek ezt egymást ellensúlyozzák. Na most kisméretű országokban és autokratikus berendezkedési országokban, hogy mondjam, ilyen utolsó mohikánként esetleg még működő hivatali vagy hivatali tisztességeken múlik, hogy nyilvánvaló, tehát én azt gondolom, hogy most még éppen hiszek a KS hallgatainak, 5 év múlva már nem fogok. Tehát a dolgoknak az a... Miklós, hogy addig már úgyis nyugdíjban lesz, tehát nem bánja, igen. De hogy az a dolgoknak az a menete, hogy ahogy mindenben belelóg az autokratív rendszer, nyilvánvaló, hogy ilyen értelemben az adattermelődésbe is belelóg. De az ügyekbe, tehát arra, hogy az interneten rá tudsz keresni nevekre, kapcsolatokra, azért ez mégis egy olyan fajta információszerzést biztosít, amire azért korábban nem volt lehetőség. Most is az ördög ügyvédjeként, mert ha egyetértek, akkor nincs itt. Péter, sohasem volt olyan jó a statisztikai adatszolgáltatás, mint a 70-es-80-as években, olyan könnyen, tehát jött az a demokratikus jelzővel óvatosan próbálni. Autokratikus jelzőt akár átkozhatom, most mást kellene mondani. Tehát mind a lakosság körében, mind a intézmény szférában, akár a gazdaság, akár a közszférában. Egyszerűen oda, bocsánat, teljesen mindegyik más statisztika, mezőgazdasági statisztika, népesedés statisztika, oktatás statisztika. Föl lehetett menni a telefon. Rögtön lehetett tudni, hogy kit lehet hívni. Volt statisztikai felelőse itt, ott, ahott. Ekkor a kormányzatnak akkor sem volt, meg most sem. Igazán van, ez nem az a sajátosság. Angliában cserészabatosak a statisztikusok. Teljesen mindegy, hogy az oktatás statisztikai osztályon vannak a OMS, a Nemzeti Hivatalban, vagy az Oktatási Minisztériumban. No, ez csak egy kitérő volt. Tehát a lényeg az, hogy nem feltétlenül a demokratikus jelzőt kell hozzátenni. Bonyolultabb a dolog. Tehát kétségtelenül abszolút felvilágosult dolog, nagyon jó, másik
József tette ezt, és mi áldásos dolgokat tett. Népszámolást. Befejezem, mert ebben csak azt akarom mondani, hogy hát akkor most kibeszélem, sőt, idézem, megérdemli Setényi János állítása, amivel azt is leírta. Tehát, és erről önálló vitát lenne, mert ez egy nagyon fontos dolog, amit a János leírta. Ő az érvényes tudás szerkezetének az újrarajzolódását vizionálja itt az adatforrásokhoz kapcsán. Ilyeneket mond, hogy a módszerek fejlődése funkcionális differenciálódást kényszerített ki a kutatók között. A szakma kettéhasadt, képzett kérdésfeltevőkre és elemzőkre, valamint módszertanosokra. Itt most egy másik metszetben jön elő a probléma. A közelmúlt informatikai fejlődésre olyan egyre jobban használható eszközöket eredményez, amely átidalja a közelmúlt szakadásait. Na most vitatkozom ezzel az én módon való kettéhasadásra, ez is sokkal bonyolultabb, mint az a János gondolja. De most ami idejéről, a mostani beszélgetéshez, a legállítása a Jánosnak. A legkomolyabb változás talán a kutatás irányában kérdésében ragadható meg. Magyarországon örökségként rendületlenül él a témaválasztás is, az a témaválasztás és kutatási gyakorlat, amelyet személyes társadalompolitikai értékválasztásnak utaznak át, majd utána folytatja, hogy ez pedig beláthatóan kockázatos kutatói gyakorlat, amely a megismerés minőségét fenyegeti, stb. Teljes mértékben is egyetérthető, de ez is csak a színe a dolgoknak. Nem térek a Funákjára, mert nincs itt a János, tehát vitatkoznunk kellene. Hát a lényeg az, hogy Péternek arra az állítására, hogy mondta, hogy demokratikus viszonyok között. Hát ebben benne van egy személyes érdek és értékválasztás. Amennyiben ezt, mint a másik nézetet ugyanolyan tisztelet övezi, tehát a különböző megközelítéseket és érdekeket azonos, ez kétségtelen kell egy olyan lényre, amit Péter te számon kérsz, akkor az egymás érdekesség. Tehát akkor a káosz és az adatbőség egymás melletti élésének a lehetőségét, a fenntarthatóságnak egy e-területen való feltételének a megteremtése kerül szóba, és ebben az esetben sokkal jobban lehet közelíteni a te végső igazsághoz, hogy egyre többet tudjuk, miközben egyre több problémát generálunk kutatásaink kérdésfeltelése kapcsán, és innentől kezdve már nem a pesszimizmus, hanem egy örök tovább haladásra való készség hagyja magát a tudomány, mint az írástudatok felelősségét kell felvállalni, és alapvetően nem a fogaskerék szerepet kell vállalni. És mondhatnám meg, hogy a Petőfi azt se vállalja a fogaskerék szerepet. Vagy azért kötelességemnek érzem, hogy megvédjem a Hundér becsületét. Tűnik, ugye egyre inkább az informatikai eszközökön alapul az adatfeldolgozás. Egyre kevesebb emberi befolyás van az adatokra. Én azt gondolom, hogy 5 év múlva azok az emberek, akik ma ott dolgoznak a hivatalban, vagy nem azok, hanem akik majd ott fognak dolgozni a hivatalban, azoknak egyre inkább az lesz a feladatuk, hogy minél több ismeretünk legyen arról a szakterületről, amit dolgoznak, és egyre kevésbé ugye a mechanikai és technikai részletekkel kell foglalkozniuk. Tehát éppen az a lehetőség, amit kínál ez a rengeteg adat, kötelességévé fogja tenni azt, hogy a lehető legtöbbet tudja az adott szakterületről. Hát azt el tudom képzelni, hogy 5 év múlva esetleg nem ugyanaz az adathalmaz jelenik meg a statisztikai hivatal által, mint ma, de hogy ami megjelenik, az korrekt és megbízható lesz, abban én azt hiszem, hogy biztos vagyok. Találkozunk a témában, jó? Jó, találkozunk.
másik, ami üzleti. Mert amelyik kiszűrni azokat a forrásokat, publikációkat, amiért a hátterében valamilyen üzleti érdek, vagy egy megrendelő kódszerkár, vagy egy bizonyos klinikai csoportnak a kutatási eredményeinek az érdekszférája, ami meghatározott adott kódszerkárnak, aznak befolyásolja a közös eredményét, felhasználhatóságát, megbízhatóságát. Két múltból, két a szakterületet érintő nemzetközi botrány. Az egyik egy angol kutató, aki bizonyos pszichiátriai genetikai összefüggéseket vont le, és állapított meg olyan általa prekoncepcionálisan elképzelt eredményeket, amelyek adataival, manipulált adataival, amire önmegyítettek és nagy helyzet sikerült bizonyítani, a rasszoknak és az intelligenciának az összefüggéseket, a hatalmi következtetéseket, amelyek hát meglehetősen manipulatívak voltak, és hát nagy botrányra felülhet, hamis adatok voltak, és valóságosan ilyen összefüggést nem lehetett felelni. Ez az egyik. Másik egy antropológiai példa, amit egy német antropológus, igen neves nemzetközi szakember, paleozatokat, tehát ásott a lehetők adatait elemezve, olyan adatokat publikált, amit gyakorlatilag nem létezett. Ő bizonyította be azt a számolási vonalat, amit ő prekoncepcionálisan az addig jelenmények alapján elkezdett, voltak ennek, amit valahogy kókolni kellett, hogy kihez ő egyértelmű világos eredmény legyen, amit erősen a legerőnek kell. Csak úgy zárja, hogy ezt lenne. Köszönöm szépen. Hát a hamisított adat, az főben járó, azt tudjuk, de egyébként is az adatok jelentését az mindig a kutató adja meg. Tehát ott azért elég tág lehetőség van az interpretálásra. Viszont a KSH-ban nem kell megvédeni, de én a statisztikai szakmát szeretném egy picit megvédeni, hogy lehet, hogy nem lesznek használhatók, vagy jól csoportosítottak a megjelenített adatok, de én úgy gondolom, hogy egy-egy ilyen hosszú történetre visszanéző szakmán, mint a statisztikus szakmán, azért vannak olyan nagyon mélyenülő kulturális gyökerei, vagy mintázatai, amik szerintem még a legrosszabb időkben is, nem tudom, hogy milyen idő van, de volt a rossz idő a magyar történelemben, akkor is megmaradnak. Ennek egy pandemiát én említem, hogy volt egy olyan sokáig élő, a rendszerváltás után rögtön sajnos megszűnt intézet, amit korábban TK, azaz tömegkommunikációs kutatóközpontnak hívtak, utolsó évei Magyar Közvélemény Kutatóintézetként fejezte be. A Szecskő Intézet alatt idősebb hallgatán ismerik, és azt lehet mondani, hogy a magyar empirikus szociológia a Szecskő köpenyegéből fújt elő, és az rassza van. Szóval gyakorlatilag az volt az egyetlen ilyen kulcsamódon meglévő ilyen mag, amelyik a egész pénze is volt, költségvetése is volt, módszert, aminek szerintem első rangú volt, és a nyugati legújabb módszereket alkalmaz, egészen egyedül álló volt itt a szociális többen. Ennek a részletét azért tudom, mert hogy az én tűnik munkahelyem az OSA archívumban van, ez a teljes kutatás jelenleg egyébként nyilvánosan kutatható. És megkérdőjelezték az emberek, hogy az biztos, hogy azok hamis adatok, hát az emberek a kommunizmusban biztos nem válaszoltak őszintén. Azok kamu adatok, azok kozmetikáros adatok, és nem. Nem, abszolút nem. Egyedül egy dolog fordult elő, hogy nem lehetett nyilvánosságra hozni. De az adatok azok jók, és az a KSH-nál is itt, mert bármilyen statisztikai szervezetnél, hogy az adatok jók, legfeljebb nem lehet nyilvánosságra hozni, vagy nem úgy, vagy nem olyan kontextusban, vagy nem úgy kell csoportosítani, de azért a mélyben szerintem azért ezek nagyon, nagyon mélyen gyökerezői a szakmai válaszok, a tisztességek. Itt a demokratikus jelzői általam előkítatott. Köszönjük a szólást. De akartam, mert én viszont itt most ellentmondott dolgot fogok később, hanem a statisztika jövője, unió, agy és gondolat.
Szóval itt azért én azt gondolom, hogy két szintje van a dolgoknak. Az egyik az a szint, hogy az adatok nyilvánosságra kerülését, agregációját, hogyan érinti a politikai megrendelés, és itt szerintem a felső határ a csillagos ég. Mármint úgy értem, hogy arra a nagyságrendről van szó, hogy növekszik vagy csökken a nemzeti jövedelem, azt már is érdemes olvasni. Tehát ez már nyilván az a szint, ami ilyen szintű agregáció. Ez az egyik probléma, és azt elismerem, hogy ez mindig különbözik attól a szinttől, ahogy eredetileg a statisztikai adatot felvették. De mindannyian, akik ugyan nem statisztikusok, de gyakorló szociológusok vagyunk, tudjuk, hogy amikor megalkotunk egy kategóriát, ahova majd besoroljuk a jelenségeket, akkor valamilyen módon konstruáljuk a valóságot. Tehát nincs olyan, hogy az eredeti statisztika az úgymond teljesen tükrözi a valóságot, mert teljesen semmi sem tudja tükrözni a valóságot. Tehát valami fajta, hogy mondjam, agregatív tevékenységgel hozta létre azt a kategóriát. Tehát mondok egy példát, hogy az a tény, hogy valamikor valaki úgy döntött, hogy a FEOR kategóriában az általános iskolai tanár és a tanító az ugyanaz a FEOR szám van mögötte. Ez mondjuk egy utazás szociológus számára, akinek a számára ez ugye két világ, egy szakos végzettséggel rendelkező általános iskolai tanár és egy tanító. Ez az ő számára azt jelenti, hogy valamilyen értelemben, tehát nem morális értelemben, valamilyen értelemben egy hamis az az adat, amely ilyen értelemben FEOR szinten egységes csoportot mutat be. Vagy mit tudom én, a középiskolai tanár kategóriája, amely ugye összevonja a szakközépiskolai tanárok és a gimnáziumi tanárok szociológiailag teljesen különböző világát. Tehát azt gondolom, hogy igen, tehát abban teljesen igazatok van, hogy a statisztikai adatgyűjtésnek a szintjén, vagy elsődleges agregációk szintjén 5 év múlva is kevesebb lesz a hazugság, mint a publikált adatok világában. De hogy azt a dolgot, hogy valamilyen értelemben az adatfelvétel és az elsődleges adat agregációt is mindannyian önkéntelenül, vagy önkényesen, vagy tudatosan, de valamilyen értelemben formáljuk, az szerintem teljesen biztos, hogy egyszerűen a társadalomtudományok módszeréből következik, hogy nem olyan, mint az irodalom. Tehát, hogy nem arra törekszel, hogy egy egyén teljes pontossággal leírja, mondjuk egy szép irodalmi műnek a célja legyen, hanem valamilyen csoportokat képzel, ami ugye nem a valóság tükre, hanem a te fejedé, ahogy a fejedben összeállnak a dolgok. Tulajdonképpen, amiről most a vita itt folyik éppen, az Éva előadása nagyon szépen tartalmazta, mert hiszen végigkövette azt a folyamatot, hogy hogyan születik az adat. És pontosan benne volt, hogy először megvan az adat igény, specifikálni kell az adat igényt, aztán meg kell nézni, hogy az hogyan érhető el, és hogyan vehető fel, és hogyan férhető hozzá valahogyan valóságban. Csak nem volt ilyen diffangosan megfogalmazva, hanem szép tárcerűen volt oda téve, de ez benne volt, hogy valóban így születik az adat. Van egy adatigény, amit utána a statisztikus valamiképpen alkalmazni fog, és kiszolgálja az adatigényből azzal, hogy csinál egy adatot. Csak ez mennyire szubjektív? Na jó, de nem szubjektív, de hogy az, hogyha az év vagy a folyamatát, amit bemutatott, végigkövetett, akkor pontosan meg lehet nézni, hogy hol vannak azok a pontok, ahol például a hatalom beavatkozhat.
mert beavatkozhat, mint megrendelő, és más egyéb. Vannak olyan pontok, ahol nem tud beavatkozni, mert azok szakmai. Csak egy dolgot mondd el, nyugodtan szóljatok, hogyha mondd el. Azért miután az egyik nagyon lényeges dologról beszélünk, a politika és a statisztika viszonyáról. Ugye ezt annak idején a Betlen István a 1929-es statisztikai törvény kapcsán a következőképpen fogalmazta meg. A politika megrendeli a statisztikát, miután kormányzati tényező, tehát a politika beleszólhat abban, hogy hogyan álljon össze a népszámlási kérdői. Azt nem a statisztikai hivatal állapítja meg, azt a politika, illetve a kormányzat rendeli meg a népszámlás és a népszámlási kérdői. Tehát az, hogy például legyen-e vallási kérdés a népszámlási kérdőjével. Ezt nem a statisztikusok fogalmazzák meg, ezt a kormányzati tényezők fogalmazzák meg, és ezt tudomásul kell venni. Az, hogy egy OSAP felvételben milyen felvételek vannak, az sem a statisztika fogalmazza meg, hanem a megrendelő, a kormányzat, a gazdasági élet és a többi is. Egy valamit nem tett, és ezt már akkor 1929-ben leszögezték, hogy ezt eldönti, hogy egy kérdőjével mi legyen, de utána megszűnik a politikának az illetősége, és utána már az már egy statisztikai kérdés, hogy a vallás hogyan veszem fel, hogyan dolgozom fel, milyen nomenklatúrát használok, és a többi, és a többi. Abba nem szólhat bele a hatalom. És akkor kezdődik el a baj, ha abba beleszól, hogy milyen módszerrel vegyek be, mit, hogyan csinálja. Akkor van a baj. Na most én, aki hosszú múlttal rendelkezem, és ráadásul 500 emberre beszéltem a Muszár Istvántól kezdve egy csomó főstatisztikussal, mind megerősítették azt, hogy általában, legalábbis példákat nem mondtak rá, általában a politika, a módszer, tehát az, hogy hogy vegyek fel, abba nem szóltak bele. Egyetlen példát tudtak erre mondani, a Teleki Pál, amikor annak idején a nemzetiségi kérdést 41-be került be először a népszámlálási kérdővel, az is egy politikai megrendelés volt. Volt egy értekezlet, több értekezlet volt a nemzetiség, legyen a nemzetiség, vagy ne legyen a kérdőjével. A statisztikusok 90%-a tiltakozott ellen. Azt mondták, hogy a nemzetiségi kérdés az nem egy objektív dolog, mint az anyanyelv, ugye még az se, de az objektív, mint a nemzetiség, és hogy ne kerüljön be. De a politika úgy döntött, hogy kerüljön be a nemzetiségi kérdés. És utána a statisztikusok a legjobb tudásuk szerint megpróbálták a nemzetiségi kérdést, hogy mondjam, a kor tudományos eredményeinek megfelelően a nemzetiségi kérdés fölvenni. És ez a statisztika hivatal történetében mindig így volt. De az, hogy mit legyen föl, az igenis egy politikai kérdés. Igen. Nem akarsz még mondani valamit, ki jött előled, minden, amit akartam. Majd később, de most inkább mondd el azt, amit előtt szeretnél. Igen. Tehát jeleztem, hogy árnyaltak a véleményem a statisztika jövőjét illetően. Nem én fogalmaztam meg azt, hogy az Európai Unió részéről gyakorlatilag a nemzeti hivatalok gyarmatosítása indult el. Kemény harc, és a jegyzőkönyvek is az erről szóló vitát. Az EU érthetően abban az érdekkörben mozog, amiben ezt leképezi az Eurostatnak, és azokat az igényeket, ugyanaz csak most nem amit Betlen István nemzeti hatáskörben tett, azt most az Unió teszi egyre inkább, és az elkövetkezendő években meghatározza, hogy a nemzeti hivatalok mit nyújtanak. Számos adatgyűjtés azért kerül ki a magyar statisztikai hivatalból, mert sem EU-s, sem kormányzati igény nincs rá. Nézd meg, nincs. Fordítja ki az aktuális KSH elnöke, a zsebét teljesen igazakérően nincs, tehát mindig. Nos, tehát még egy kicsit odébb van az a kor, amikor az EU-s bürokraták, akik nagyjából nem nagyon tudják, hogy milyen adatokat gyűjtenek, mert ha lekérünk egy-egy adatbázist az EU-ból, néhányat közelből láttam, egyszerűen a nemzeti adatokat iszonyú nehéz összehasonlítani, és a nemzetközi összehasonlítás borzasztó nehéz. Életkörülmény EU-szék és társai.
De demokrácia területén is van, hogyha beidézik és nem értik a különböző népesedési magatartási mintákat, különböző országokban nem jönnek össze elméletek és gyakorlatok, mert nehéz abból a kontextusból kiragadni, ahol egy bizonyos kérdésre azt a választ kapom, amit ott megfogalmaztak, egy másik kultúrában már nem. Tehát csak mondom, de én azért, hogy a Szerény Ivánnal nem jöttünk össze, a Treimannal a 80-as évek végén, mert a Iván meg a Treimann, meg a Szonya, a lánya szó szerint kell felolvasnak érdélet az amerikai katekizmus, szociológiai katekizmus szerint, magyar gyakorlatilag benne van, én pedig annak a képviselő volt az angol iskolának, mert azt mondta, hogy az adott kulturális közegben olyan összeírókat kell keresnünk, mert az adott megérti az összeíró, tudja transmisszionálni azt a problémakörnünk, kell kiképezni őket, és a tartalmat kell visszakérni, mert innentől kezdve jönnek, és nem tudom, utána szinte, hogy kérem, azok az adatok rettentő baj vannak. Aztán jön a Leslie is, aki elmondja, hogy van egy olyan probléma nemzetközi összehasonlításban, amit nem lehet megmondani, kulturális effektustól kezdve, sok minden, amitől nehéz értelmezni, hogy különböző országok adatai összehasonlítunk. Elnézést, azt hiszem, most már nagyon messzire mentünk a témát. Jó, elég tág a téma. Egyben van, mi beszél. Ja, értem, hogy szeretnének még szólni. Hogy még messzebbre vigyem a témát, én egy kicsit fokozom a társ szociológia vitáját szeretném most elvinni egy gondolattal. Felmerült az, hogy az adatdöbben az adatbőség elmustítja a gondolkodást, ugye? Aztán Péter ezt eljöttad, de vagy nem tudom, valakitől volt az az idézet. És az hogy az analitikus gondolkodás háttérbe szorul. Na most ebből nekem az a kérdés vetődik fel, hogy mire kellene a fiatalokat oktatni, tehát az iskolában, hogy mi a teendő, hogy az analitikus irányba vigyük el a fiatalokat, vagy pedig megtanítsuk őket, hogy ebből az adat dzsungelből hogyan kell utat vágni. Tehát egy olyan dologra tanítsuk meg őket, amit még talán mi sem tudunk. Ez a faktumú gyereke megtanítani a fiatal kollégát, tisztelt a kivételnek, 50 oldalból nem tudnak egy 4 oldalas összefoglalni. Jó, egy recenziát kérni az más, de azért az összefüggéseknek a észrevétele az egy megint más, tehát az analitikus gondolkodás, az, hogy valamilyen összefüggés meglátni, az más, mint kibányászni egy bizonyos témát és azt összegyűjteni. Tehát én úgy gondolom, hogy a fiatalok számára, én külföldi iskolákban láttam közvetve, vagy közvetlenül, hogy nagy hangsúlyt helyeznek ma már az oktatásban arra, hogy a fiatalok elboldogulnak be. Tehát meg tudják, hogy mit hol kell keresni, de azt a tudat szűrőjén keresztül, tehát alkotó módon, valamelyik prezentációban látszott itt, hogy az alkotó módon való hozzáállás, tehát alkotó módon való kell interpretálni, tehát meg kell tanítani a fiatalokat, hogy ne csak hogy elfogadják ezt, kitéve magukat a manipulációnak, ugye, mert most itt elhangzott, hogy egy több lehetőség adódik a manipulációnak. Tehát valahol a függetlenség így maradhat fent, a független levegő értelmiségi légét valahogy így megmaradhat, hogyha felvállalva ennek a szubjektivitását, ugye, mert ez szubjektív, de ezt nem tudjuk kikerülni. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen tömegtársadalomban élünk, és szerencsére demokratizálódik az adathozzáférés, tehát rengeteg ember fog, és rengeteg diák, és rengeteg fiatal fér hozzá. Tehát azt a nekünk korábban szocializálódott kutatóknak le kell tennünk arról a kicsit elitista megfontolásról, hogy egy bizonyos módon nagyon mélyreható, nagyon értékes módszertant használjuk. Természetesen a
akár digitális irányítódásnak is nevezhetem ennek hálózaton elérhető információk, ezeknek teljesen közkincség kell lenni. És nem lehet mindenkitől elvárnunk, hogy minden ilyen nagyon komoly összefüggéseket fog találni. És természetesen miután egymással fognak megküzdeni a terepen, aki nem tudja elég gyorsan lehívni azt az információt, amit ő érvényesülni tud, akkor elveszett. A plusz, amit nekünk oktatóknak esetleg meg kell próbálni hozzátenni, az, hogy ezen felül még valamit tegyen hozzá. Hát, amit kiszed belőle valamit, összefüggésekre jön rá, akkor nyertünk. Egyébként viszont csak egyszerű az alapkiépítésben tud érvényesülni, és nagyon gyorsan fogja tudni a Google első 10 találatát majd értelmezni. És ez is egy skill és egy fontos dolog. Mi egy kicsit magasabbra tesszük a mércét, de azért ezt mindenképpen nem tettük meg. Aztán azt mondom, hogy engedjük le a mércét, nem. De ez az alapszint, ez a fajta kevésbé analitikus, vagy kevésbé tudományos típus adathozzáférés. Elfelejtettem bemutatkozni, bocsánat, még utolra tudott eszem, hogy mindenki bemutatkozott. Benyugdíjra vagyok én, és Sáros Valamon tanított szociológia. Jó, hát köszönöm szépen, én úgy látom, hogy a tisztelt közönség az első utamenetben kimerült, de most mindenképpen tartsunk szünetet, egyébként is majdnem itt van az ideje, úgyhogy most következik 20 perc szünet, és ha jól emlékszem, ellenőrzés. Hát az eredeti tervek szerint nincs 20 perc, de 10 perc, akkor is van, amit nyertünk. Jó.